Hálaadó szentmisét celebrált a Csicsó János papi szolgálatának 25 évéért a pécsi bazilikában. Az angliai főlelkészt egykoron Pécset szentelték pappá. Az elmúlt negyed század kegyelmeit köszönte meg. Személye abban is jelentős, hogy kapcsolatot tartott a kinti magyar közösségek és az anyaország között. Ezért a szolgálatért pedig nem lehetünk elég hálásak, mondta köszöntőjében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Csicsó János atya élettörténete is azt gondolom, hogy jelképes, mert ő Bákó megyében született, Csángóföldön, Forrófalván és Nagypatakon nevelkedett fel. A csángók híresek arról, hogy nagyon-nagyon ragaszkodnak a magyarságukhoz, és ragaszkodnak a katolikus, római katolikus hitükhöz. És nyugodtan megkockáztathatjuk azt a kijelentést is, hogy a magyar egyház nagy bajban lenne, hogy a csángók nem adnának ilyen sok gyermeket papságra. Így tette ezt a Csicsó család is, és Csicsó János éppen 25 esztendővel ezelőtt itt ebben a székesegyházban vállalta a papi hivatását, és így szentelték fel. Csicsó János atya a Pécsi Egyházmegyében több településsel látott el szolgálatot, majd innen Londonba vezetett hivatása útja, ahol az ottani magyar egyházközséget, gyülekezetet szolgálta, tette hozzá a politikus. De nem csak a katolikusokat, hiszen aki ismeri a magyar diaszporát, az nagyon jól tudja, hogy katolikusok, reformátusok, evangélikusok, mindenki vasárnaponként találkozik a Szent István Magyar Házban, és vesz részt a szentmisén. Ha ő nem lenne, akkor a magyar közösségnek a megmaradása is nehezebb lenne. A politikus közel egy évtizede ismeri Csicsó János atyát, ugyanis, mint mondta, ő képviseli a diaszpóra magyarságát a papi szekcióban a Magyar Diaszpóra Tanácsülésén. Ezen kívül pedig többször volt alkalmunk itt Magyarországon és a világ különböző pontjain is találkozni. Nekem rendkívül szimpatikus az, hogy ő tényleg az élő egyháznak a tagja és a papja, mert személyes habitusával is megfogja az embereket, különösképpen a fiatalokat és a gyerekeket, és hétről hétre a templomba vonzza őket, és odafigyel arra is, hogy ne felejtsék el az anyanyelvüket, a szokásaikat, a magyar identitásukat. Az ünnepi hálaadó szentmiséről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.